Tudják, mennyit ér ez a gödör és ez a félig sem kész építkezés zuglóba? 244 milliárd forint. A magyar kormány ennyiért veszi meg a beruházótól, a Bayer Constructtól ezt az épülő irodaparkot, miközben állítólag semmire sincsen pénz. Rengeteg pénz. A 244 után még 9 nullát kell írni, nagyságrendileg ennyibe kerülne a pedagógusok béremelése évente. Természetesen azt mondják, hogy erre sincs pénz, ahogy most már iskola építésekre sincs, azokat is leállít. Ez az építkezés viszont valamiért nagyon fontos, tűzön, vízen keresztül nyomták. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánították, vagyis minden jogszabályi korlátozást feloldottak, minden helyi tiltakozást figyelmen hagytak, és végül még meg is vették az egészet, hogy megmentsék a beruházót. Azt mondják, az adóhivatal költöztetik ide, de ez teljesen új információ, az elmúlt években senkinek nem jutott eszébe, hogy a NAV-nak vadonatúj irodaházakra lenne szüksége, 244 milliárd forintért pedig pláne. A Bayer Construct nem egy hétköznapi ingatlanfejlesztő cég, a tulajdonosa Balázs Attila Tibort Istvánnak, a miniszterelnök vejének úgymond üzlettársa, van erre a fajta üzleti kapcsolata jobb szó is, de azért talán még pereskedne is. Valójában az állam azért veszi meg, hogy megmentse a céget, mert különben bedőlne az egész. A magas kamatok és az elszállt építőipari költségek miatt ma már valójában le kellene állítani ezt az egészet, mert egyszerűen nem éri meg. Na de az államnak semmi sem drága, ha igazán fontos emberekről van szó. Tökéletes példája ez annak, hogy a Fidesz rendszere mennyire semmibe vesz mindent és mindenkit, csak ők kaszáljanak rajta. Vannak azért jó hírek is, eredetileg sok ezer lakást akartak ide felhúzni, ami a hatalmas forgalom miatt még a jelenlegi terveknél is rosszabb lett volna. Tiltakozás és a pocsék gazdasági helyzet kikényszerítette, hogy ettől elálljanak. Hiszek benne, hogy ha tovább fokozzuk a nyomást, akkor rá lehet kényszeríteni a kormányt és a Bayert, hogy leállítsa ezt az őrületet, és ne terjessze ki ezt a beton rengeteget a rákos kapatúj. Mindig minden hatalomra lehet nyomást gyakorolni, csak az a kérdés, hányan vagyunk és mennyire elszántak. Az elmúlt két évben nagyon sok történetet hallottunk arról, hogy miért lesz majd jó a zuglói városközpont mellett ez az óriás beruházás, mint a Bayer csinál. Horváth Csaba nagyon sokszor elmondta, jelentős adóbevételre számíthat majd a kerület, hiszen építményadó és iparűzési adó is fog majd származni ezekből a beruházásokból, építkezésekből. Csak úgy megtudtuk, hogy a NAV fog ide kerülni. Világossá vált, hogy ebből se építményadó, se iparűzési adó nem lesz a kerületnek, lényegében kisemmiznek minket, olyan koncepciókat próbáltak ránk tukmálni az elmúlt években, amikből semmi nem fog megvalósulni. A kerület nem fog pénzhez jutni, amiket nem tud fejlesztésre fordítani, és ez maga a Fidesz, ez maga a NER működésének a lényege, hogy így tolnak ki velünk, hogy nem jutunk fejlesztési pénzekhez, miközben még többet vonnak el a kerülettől. A Bayer lányvállalata a Zuglói Városközpont Kft. Ráadásul engedély nélkül használja a zuglót nevet, és még csak nem is Zuglóban van bejelentve a központja, hanem Sóskúton.